befejeződött az aratás, a termés mennyisége nem marad el az átlagtól. Táska, toltartó, füzetcsomag, támogatások is igényelhetők a tanévkezdéshez. Megvan az év munkácsi tortája, egy gyümölcsös sós édesség lett a befutó. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Befejeződött az aratás Békés megyében. A repcét, az őszi és a tavaszi árpát valamivel hamarabb, az őszi búzát a napokban takarították be. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék leginkább a búza minőségére volt hatással. A termés 60%-a étkezési, 40%-a takarmány búza lett, azonban a termés átlag nem maradt el a várt mennyiségtől. Szinte mindenhol befejeződött a betakarítás a megyénkben. Az őszi árpa és repce még az esőzések előtt tető alá került, így azok minősége nem romlott. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása főképp a búza minőségén változtatott. Az esőzés az minket is érintett, a kalászosokat főleg, de minőségileg lettek gyengébbek, a fehérje beltartalmi értéke, a fehérje az lett gyengébb. A napraforgót még egy területen elverte a jég, de az még ki fogja heverni az esőzést. A búzát a fehérje és sikértartalma alapján osztályozzák étkezési vagy takarmány búzának. A szemek ellenőrzését egy gép segítségével végzik, ehhez először ledarálják a búzaszemeket, majd beletömörítik egy csészébe. A búza fehérje, sikér és víztartalmát mérő eszköz azonnal megmutatja az eredményt. Az idei termés 60%-a étkezési, 40%-a takarmány búza. Az őszi búza termés átlaga a megyékben 5 tonna körül alakult. Az időben betakarított, többször nem megázott termésnek viszonylag jó a minősége étkezési gabonának megfelelő. Amik már többször megáztak és az esőzések után lettek betakarítva, azok már sajnos romlott minőségben, gyengébb minőségben takarmányként értékesíthetőek majd. A magasabb termésátlag miatt a gazdák nagy része még nem értékesíti a búzát, legtöbbjük megvárja, míg magasabb áron lehet eladni a termést. A megfelelő mennyiségű termés következtében a felvásárlási árak eléggé alacsonyak, jelenleg ilyen 32-től 37 ezer forintig terjed tonnánként, ezért értékesíteni egyelőre nem gondoltam. Betárolásra került a gabona, és valószínű, hogy amennyiben a felvásárlási ára eléri a 42-45 ezer forintot, körülbelül ekkor lesz gazdaságos a termelés, akkor fogom majd eladni. Ez várhatóan február-márciusban fog bekövetkezni. A kukoricának kifejezetten kedvez a csapadék, hiszen bőven jut a növény számára tápanyag, így jó termésre számítanak a szakemberek. Emiatt nagy valószínűséggel a termény felvásárlási ára is alacsonyabb lehet majd. A nyári szünet utolsó hónapjával megkezdődött a felkészülés az új tanévre. Sokan már most elkezdték beszerezni a különböző tanszereket, a családoknak gyermekenként ilyenkor akár több 10 000 forintos kiadásra is készülniük kell. Érdemes ezért utána járni, milyen támogatások vehetők igénybe az iskola kezdéshez. Hosszú a lista, amire szüksége van ennek a családnak. Legidősebb gyermekük most lesz iskolás. Szerencsére iskolatáskára nem kellett költeniük, mert ezt kaptak ajándékba, de az édesanyja számításai szerint így is 30-40 ezer forintjukba fog kerülni, mire mindent beszereznek. Behúzzuk a nadrágszíjat, és ahonnan lehet, onnan lecsípünk, mert ugye most az iskola kezdés az az első. Többféle segítség is igényelhető ennek a tehernek a csökkentésére. A munkáltató úgynevezett iskolakezdési támogatást adhat utalvány formájában munkavállalóinak, amire kedvezményes adózás vonatkozik. Ez a tanévkezdést megelőző 60. naptól az év végéig adható, az összege pedig legfeljebb a minimálbér 30%-a, vagyis idén gyermekenként 33 300 forint lehet, ám ezt mindkét szülő igénybe veheti ugyanazon gyermek után. 9 380 forint.
A munkáltatók mellett önkormányzatok is nyújthatnak hasonló szociális juttatást. Békés Csabán például idén 11.400 forintnyi összeget igényelhetnek azok, akiknél az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 38.475 forintot, vagy a gyermekét egyedülnevelő szülő esetében a 44.175 forintot. A tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket gondozók esetében ezek az összeghatárok magasabbak, 39.900, illetve 45.600 forint. A tanévkezdési támogatás Békés Csabai lakhelyen rendelkező gyermekek esetében igényelhető augusztus 15-től szeptember 30-áig. A taneszközök árában és minőségében elég széles a skála. A megfelelő kiválasztásában az iskolák is segítenek. Néhány iskolából a tanítónők megkerestek minket, eljöttek hozzánk és kiválogattak dolgokat, amit az első osztályban szükséges, mi ezt így csomagba betettük. Ezek egy közepes, illetve nagyon jó minőségű írószerek vannak benne. Ez a szülőknek segítség, hogy nem kell bolyongjanak az üzletbe, hogy mit hol találnak meg. Mindemellett akár egy kis odafigyeléssel is sokat lehet spórolni. Legfőképpen mi azt szoktuk javasolni, hogy nézzék meg otthon, hogy mi maradt. Nyilván akkor az annyival kevesebbet kell vásároljanak, és egy jó közepes minőséget azt azért én úgy gondolom, hogy mindenki meg tud vásárolni, és ezzel ők is jól járnak, tehát mert a gyerek jobban tud vele dolgozni. Érdemes vásárlás előtt tájékozódni, hiszen több írószerüzlet is különféle kedvezményekkel várja a leendő iskolásokat. 102 éve indultak csatába a megyéből behívott katonák. A 101-es gyalogezred 52 hónapon keresztül harcolt az első világháborúban. A besorozott hazafik majdnem fele odaveszett a háborúban, csak nem 500 Békés Csabai halt hősi halált a harcmezőkön. Többségük idegenföldön, jelöletlen sírban nyugszik. Az első világháború sötét fellege hamar elérte megyénket is. Hat kötelezettjeink 60%-a kapott behívó parancsot. 1914. augusztus 2-ával Szerbiába, majd Galíciába vonultak a 101-es gyalogezred katonái. Rájuk emlékeztek a résztvevők a Fegyveres Erők klubjában tartott ünnepségem. Az első világháború legvérmesebb csatája Doberdónál történt, ahol az olaszok és a osztrák-magyar csapatok vívták a harcukat, ahol a 101-es gyalogezred is részt vett. Nagyon sok Békés Csabai és Békés megyei katona sajnos ott hősi halált halt, és ennek is most éppen 100. évfordulójára van. Orosházán, persze az újságokban mindenféle buzdító nóták jelennek meg. A megemlékezés alatt Ugrai Gábor különböző, eddig sehol nem hallott részleteket árult el a gyalogezredről. A történelemtanár elmondta, katonáinknak az ellenség mellett számos más akadállyal is meg kellett küzdeniük a harcmezőkön. Az a legnagyobb akadály az ellenség volt, amelyik lőtt rájuk. Gyakorlatilag elindulnak a szerb frontra, tehát 1914. augusztusában elindulnak a szerb frontra, onnan rögtön viszik át őket a keleti frontra, az oroszok ellen harcolnak a Kárpátokban, és ha szükség volt rájuk, akkor viszik őket az olasz frontra, aztán megint a keleti frontra, küzdeniük kellett az ellenséggel, a betegségekkel, a pestissel, a spanyol náthával, sok minden, a hideggel, a meleggel, sok mindennel. A megyei katonák hőstettei előtt Békés Csabán emlékoszlop tiszteleg, melyet Belanka Mihály csabai 101-es tartalékos zászlós állítatott. Ide helyezték el koszorúikat az ünnepség végén a résztvevők. A holokauszt roma áldozataira emlékeztek kedden délután Békésen. A háborús emlékműnél megrendezett megemlékezésen Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigány missziójának vezetője, az elfogadás fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. Rekett torkú hegedű köhögő balladát vonyítanak. Surman László emlékeztímű versével kezdődött a holokauszt roma áldozatainak emléknapja. Békésen 193 zsidó lakost deportáltak a világháború alatt. Az ő nevüket őrzi az itteni világháborús emlékmű. Arról azonban nincsenek pontos számok, hogy hány romát vittek el munkatáborokba a megyéről. Durkó Albert szerint ezért sem szabad soha elfelednünk múltunkat, és azt, hogy bőrtől és nemtől függetlenül mindannyian Isten csodái vagyunk.
A múltunk határozza meg a jövőnket is. Amilyen tapasztalatunk van, ahogyan feldolgozzuk a múltat, az fogja a jövőnket is meghatározni, a gondolkozásunkat. És nagyon szükséges, hogy évről évre megemlékezzünk arról, hogy a gonoszság, a holokauszt, az valami olyan dolog, amit nem szabad, hogy megismétlődjön, és el kell döntenünk, el kell határoznunk, hogy mi egy más utat akarunk járni, és nem ezen az úton akarunk tovább menni. Németországban körülbelül 100 000 cigány származású embert öltek meg. Mucsi András beszédében elmondta, Magyarországon mindössze 3 emlékmű tisztelek a magyar-roma áldozatok előtt. A cigányságnak nagyon nehéz emlékművet állítani, Magyarországon ugye 3 emlékmű van, de ezek sem elsősorban nevekkel dolgoznak, hanem különböző ilyen képi megfogalmazásokba öntik azt a fájdalmat, amit ki szeretnének fejezni. Tehát nem tudjuk a neveket pontosan, hogy mi is történt és kiket is pusztítottak el. A programon a cigány himnuszt is meghallgathatták a résztvevők, majd az önkormányzat és a cigány misszió mellett a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői is megkoszorúzták a békési emlékművet. Teltház előtt lépett fel a Sepsi Szentgyörgyi Vocsász női kar és a Minisznepsz gyermekkórus a Mezsaházban. A tagok a Prágai Kórus Fesztiválra összeállított műsorokat mutatták be a Muzsikáló udvar programjában. A kórusokat vonós négyes és ütős hangszer is kísérte. A gyermekkórus műsorán főleg rajzfilmesék szerepeltek, de misék, musical, betétdalok és a klasszikus kórus muzsika is megtalálható volt a repertoárban. A női kar műsorában a kortárs költők megzenésített versein és különböző népek dalain át a rock miséig színes volt a zenei paletta. Elkészültek azok a pályaművek, amelyekből a szakértő zsűri kiválasztotta az idei munkácsi tortát. A cukrászok műalkotásainak rengeteg kritériumnak kellett megfelelnie ahhoz, hogy az ő édességük nyerje el a címet. A tortát augusztus 20-án a nagy közönség is megkóstolhatja. Nem csak szakmai elismerést szerezhet az a cukrászat, amelyik elkészíti a díjnyertes pályaművet a Munkácsi Torta versenyen. A cím mellett a város és a festőművész hírnevét is tovább öregbítheti. A helyi kézműves mestereknek ez komoly támogatást jelent. Ezzel reklámozzák a város meg azzal reklámozza a nyertes cukrászatot, hogy minden hivatalos rendezvényén, süteményként a vendégeknek a város tortája, a Munkácsi torta van kínálgatva. A zsűri értékelése szerint szakmai szempontból mindkét benevezett torta megállja a helyét, és passzolnak az idei trendekhez. De amellett, hogy az ízek, a külalak, a torta és a dekoráció, amelynek a festőművészhez kellett kötődnie, tökéletes harmóniában van, más kritériumoknak is meg kellett felelnie. Annyit tudunk Munkácsiról, hogy ő az almát, illetve a kalácsot nagyon szerette, hát kalácssal azért tortát nem díszítünk már, de valószínűleg a helyi gyümölcsöket, helyi termékeket ő is nagyon kedvelte. Munkácsi Mihály rengeteg szállal kötődik Békés Csabához. Ebben a városban töltötte gyermekkorát, ifjúságát, és itt is tanult. Ezért is tartják rendkívül fontosnak, hogy a városon belül és országosan egyaránt minél jobban megismerjék az alkotó nevét, munkásságát. Mindenképpen kitűzött célunk az, hogy bármilyen Munkácsi Mihállyal kapcsolatos rendezvény van a városban, ott a múzeum lehetőleg szervezésben, egyébben fontos szerepet töltsön be. Az idei nyertes műalkotást a Jetti Csokó kézműves manufaktúra készítette el. A Szenvedély Fantázia névre hallgató édesség pikáns ízesítésű, sós, gyümölcsös és édes fehér csokoládét és krémsajtot is tartalmaz. A Munkácsi torta cím egyben azzal is jár, hogy egy 1000 szeletes tortát kell készíteni az alkotónak az államalapítási ünnepre, amelyet augusztus 20-án kóstolhat meg a nagy közönség. Óriási érdeklődés övezi az idei évad újdonságát, a film a Víz fölött programsorozatot a Szarvasi Vízi Színházban. Eperjes Károly, Revicki Gábor és Udvaros Dorottya után tegnap este Dobó Kata volt a teátrum vendége. A Szarvasi Vízi Színház első évadától nagy sikerrel fut a Magyarországon egyedülálló, ingyenes Vers a Víz fölött programsorozat, amely az elmúlt években kiegészült a Dal a Víz fölött és a Tánc a Víz fölött estekkel. Idén a Film a Víz fölött sorozattal bővült a kínálat, melyben a magyar mozi ünnepelt színészeivel találkozhat a közönség. A filmek kapcsán beszélgetünk olyan közéleti személyiségekkel, olyan sztárokkal, akiknek jó megtudni
egy picit róluk, hogy mi az, ami a magánéletükben, mi az, ami a filmek forgatása kapcsán, és mi az, ami a filmek sikere kapcsán az életükben történik. Dobó Katával meg különösen nagy öröm számomra együtt színpadra lépni, hiszen 4 alkalommal működött együtt a Jókai Színházzal, 4 darabban szerepelt az én igazgatásom alatt. A film részletek levetítése után az est műsorvezetője, Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, miniszteri biztos beszélget a színésznővel. Dobó Kata nem csak a magánéletéről mesélt kötetlenül, de a hollywoodi filmgyártás kulisszatitkaiba is bepillantást nyújtott. Ez a Trója című amerikai film, amiben egészen a harmadik vagy a negyedik körig jutottam, amikor is már csak a Diane Kruger, aki ugye megkapta végül a szerepet, és én voltunk egészen 3 héten keresztül, amíg a rendező ide-oda nézegette, hol az egyikünk casting videóját, hol a másikunkét, és nem tudott dönteni. Ez egy egészen érdekes 3 hét volt az életemben, szerintem fel sem tudtam fogni. A Békés megyei közönség számára nem ismeretlen Dobó Kata, hiszen többször játszott Békés Csabán, és reméli, hamarosan visszatérhet. Egyetlen egy baj van ezzel a Csabával, hogy igen messze van ahhoz, hogy az ember lejárjon így próbálni, főleg gyerekkel, de remélem, hogy majd ez tényleg majd valamikor összejön a közeljövőben. Most végigforgattam a nyarat különböző tévésorozatokban, illetve filmeket is csináltam, és szeptemberben kezdek próbálni a Karinthy Színházban, aztán októberben egy másik darabot a Játékszínben. A film a Víz fölött sorozat hamarosan folytatódik, az elkövetkezendő hetekben Pindrok Csabáról és Kuybert Ferencről tudhatnak meg többet az érdeklődők. A magyar billiárdot népszerűsíti az első Eurokégel kupa, amit augusztus 13-án szombaton rendeznek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az egésznapos bajnokságon 8 asztalon összesen 32 versenyző méri összetudását, a ma már jellemzően csak a délalföldön ismert, de több száz éves hagyományokra visszatekintő kocsmasportban. A szakemberek reménye szerint a játék a jövőben nem csak hazánkban, de külföldön is ismerté válik. Ennek érdekében olyan szabályokat alkottak, amelyek ötvözik más országok hasonló billiárdját a magyarral. Így született meg az Eurokégel, amelynek első bajnokságára a versenyzőkön túl az érdeklődőket is várják a szervezők. Ez volt már a Híradó, híreinket és adásainkat a behir.hu oldalon is megtalálják. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!